Hiszen azért azt úgy tudjuk már Bessenyei Pétertől is, majd meg fogjuk tudni nyilvánvaló, hogy azért vannak magyar gyökerei is ennek a sportágnak, és gyakorlatilag maga a rendezvény helyszíne, amit végre sikerült tavaly újra visszacsábítani Budapestre, azt gondolom, hogy egy nagyon exkluzív, hiszen tényleg, ahogy említetted, egy fővárosban, a város belsőjében egy ilyen exkluzív pályán versenyezni, azt gondolom, hogy a versenyzőknek és a nézőknek is egy különleges alkalom. Bízunk benne, hogy a tavalyihoz mérten is egy még sikeresebb futamot rendezünk, bár sajnos magyar pilóta nélkül, bár Péter itt van velünk, és remélem itt is lesz a jövőben. Ettől függetlenül nagyon büszkék vagyunk, és hát a Hungaroring csapata elkötelezett annak érdekében, hogy a világ leggyorsabb sorozataival Forma 1 Red Bull rész továbbra is szórakoztassa a magyar, illetve a nemzetközi közönséget. Ugye egy hosszú rendezvény sorozatról van szó, vagy legalábbis egy hosszú hétvégéről, ami a Red Bull rész budapesti hétvégéjét illeti, hiszen ugye szombaton rendezik a kvalifikációt, amely aztán a rajtsorrendet meghatározza, de hát már korábban is vannak próbarepülések, meg tesztrepülések, és nem feltétlenül csak azokat várjátok szeretettel itt a Duna két partjára, Pestre és Budára, akik a repülés iránt érdeklődnek, vagy a repülés más ágai iránt érdeklődő nézőkre is számítotok, hiszen lesz bőven esemény az R-részen kívül. Természetesen szeretnénk egy széles, nagyon szórakoztató programot nyújtani a kilátogató nézőknek mindegyik nap. Természetesen az edzések és az időmérő is nagyon érdekes. Ettől függetlenül gondoskodtunk arról, hogy jól szórakozzanak, akik kilátogatnak a szünetekben is, hiszen azt tudom mondani, hogy a méltán népszerű Margaret Island és a Valhalla együttes fog koncertet adni. És hát mondjuk Takács Pál, aki éppen azt hiszem, hogy majd ott fog betűnni a képben, siklóernyős akrobata, a világ egyik legjobb siklóernyőse fog bemutatókat tartani. És Pali pedig a halászbástya csúcsára elhelyezett Red Bullos palackot igyekszik leütni a bal lábával. Ez persze nem igaz, csak a vicc része, de akár egy akció is lehet majd a jövőben. Egy nagy tapsot kérek szépen, akinek van szabad keze, Takács Pál, tehát a légtérben!